Ebben a részben a jó élelmiszert, és a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési időt fogjuk átbeszélni. Kezdjük is akkor bele! Tehát jó élelmiszer. A jó élelmiszer jó élelmiszer, jó minőségű és biztonságos. A jó minőségű az az élelmiszer, ha egészséges nyersanyagokból előállított, magas az élvezeti értéke, Meghatározott körülmények között tárolható, kitűnő állományú, tetszőlegesen kiállított, csalogató az illata, a szaga, jellemző, optimális színű, friss, élvezetes, kellemű. Biztonságos az élelmiszer, ha a csomagolásán megjelenik, a hiteles tanúsítás, mint hogy a gyártás során szigorúan ügyeltek a biztonságot veszélyeztető vagy minőségromlás okozó folyamatok kizárására. Valamilyen állami garancia jegy, vagy saját termelő garancia jegy van rajta, eredet megjelölés termelőtől a fogyasztóig tartó árupája biztonságát, valamilyen minőségi díj feltüntetése, például nemzeti minőségi díj, magyar agrárgazdasági minőségi díj, a különböző hiteles minőség tanúsításoknak feladata, célja, hogy segítse eligazodni a fogyasztót az élelmiszerek vásárlása során. A minősítés segít megkülönböztetni a magyar és tanúsítottan kiváló élelmiszereket a piac termékkínálatában. Élelmiszerek fogyaszthatósági és minőség megőrzési ideje a kereskedő és a vásárló számára egyaránt jelentős az élelmiszert meghatározó minőségi tényező, hogy az élelmiszer mennyi ideig fogyasztható és milyen körülmények között tárolható. Ezeket az információkat a gyártó köteles jelezni az áru csomagolásán. A fogyasztók egészségmegóvása érdekében az élelmiszerek csomagolásán fel kell tüntetni a fogyaszthatóság, illetve a minőségmegőrzés lejártának időpontját. Év, hónap, nap. Jelölése a nemzetközileg elfogadott forma szerint történik. Az alábbiak szerint. Nem kötelező feltüntetni a fogyaszthatóság időtartamát a 24 óránál rövidebb minőség megérzési idei élelmiszerek esetén. Nap és hónap jelölés szükséges olyan élelmiszerek esetében, amely legfeljebb három hónapig őrzik meg a minőségüket. Minőségmegőrzési idő például 22.10, tehát például ide az lenne írva, hogy 22.10, tehát azt jelenti, hogy október 22-éig őrzi meg a minőségét. Hónap és évjelölés kell alkalmazni azoknál az élelmiszereknél, amelyek három hónapnál tovább, de 18 hónapnál rövidebb ideig őrzik meg a minőségüket. Minőségét megőrzi 10.2020. Például. Az azt jelenti, hogy 2020. októberéig őrzi meg a minőségét. Évjelölése akkor szükséges, ha az élelmiszerek 18 hónapnál hosszabb ideig őrzik meg a minőségüket. Például az, van, az lenne idő, hogy minőségét megérzi, megőrzi 2020 év végéig például. Nem kötelező feltüntetni a minőség megőrzési időt a friss gyümölcsök és zöldségek, borok, likörborok, pesgők, a 10% vagy annál több alkoholt tartalmazó italok, az 5 literes csomagolású üdítőitalok, italok, a gyümölcslevesek, a 24 órán belül fogyasztható pék és cukrás sütemények, az ecet, a só és a cukor, a kizárólag aromával ízesített cukorkák esetében. Tehát ilyenkor nem kötelező feltüntetni a minőség megőrzési időt. A fogyaszthatósági idő lejárta után az élelmiszer nem hozható forgalomba. Azt meg kell semmisíteni. A lejárt fogyaszthatósági idejű árukról jegyzőkönyvet kell készíteni, zárszalaggal átkötni majd a tárolt élelmiszert az elszállításig elkülönítve tárolni. Megsemmisítésük veszélyes hulladék szabályai szerint történhet. Ennek költségei az áradt élelmiszertétel tulajdon... tulajdonosát terhedik. A minőség megőrzési idő lejárta után az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha azt területileg illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság megvizsgálta, és az engedélyt kiállította. Amennyiben az összetétel vagy az élvezet értéken módosult, úgy az érték csökkenéssel arányosan csökkentett áron forgalomba hozható. Erről azonban a fogyasztót csökkentett minőségű felirattal tájékoztatni kell, de ezt már nagyon ritkán alkalmazzák, vagy már egyáltalán nem is ugye lejár a minőségmegőrzési idő, és akkor kihívják a területileg illetékes élelmiszer ellenőrző hatóságot, hogy vizsgálja meg, és hogy ki az engedélytő forgalomhoz hoznak. Általában a minőségmegőrzési idő lejárta előtt már leárazzák ezt a terméket, ha meg nem veszik meg, akkor kukat, tehát ezt a élelmiszer ellenőrző hatóságot nem minden hívják ki. Mivel nem hoznak már általában olyan, forgalomban olyan terméket, aminek már lejárt az ideje. Na mindegy, haladjunk tovább. Tehát az élelmiszereket az eredet megjelölésével kell forgalomba hozni. Ez mutatja meg, hogy az adott élelmiszer mely régióból, országból vagy meghatározott helyről származik. Az eredetjelölés egyben jelzi a várható minőséget is bizonytalan eredetű jelöléseket nélkülöző élelmiszer forgalomba hozása tilos. Tehát a élelmiszereket csak eredet megjelölésével kell, vagy kötelező forgalomba hozni. Például származási hely Magyarország, vagy mely régió, hogy Bácskiskun kiskun megye például. Vagy milyen helyről származik például Dél-Afrika. Tehát az eredet megjelölés kötelező ahol nincs eredet megjelölés, azt a élelmiszert tilos forgalomba hozni. Az élelmiszerek forgalmazását az élelmiszer ellenőrző szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik, mint az NNK, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az FVF, és a terület felügyelőségei, tehát a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. Az AEEA, tehát Állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások. Az OBI, itt most nem arra az OBI-ra kell gondolni, mint a az, hanem az OBI az Országos Borminősítő Intézetnek a rövidítése. Országos Borminősítő Intézet. Annak a rövidítése. Tehát az élelmiszerek forgalmazását az élelmiszerek élelmiszer ellenőrző szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik. Tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ van, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző állomás és Országos Borminősítő Intézet. És ezzel szerintem ezt a témakört be is fejeztem volna, úgyhogy további jó tanulást kívánok!